Horváth Diana vagyok, 23 éves. Egyetemista, roma lány. Mindig is az volt az álmom, hogy gyerekeket taníthassak. Ez az álom most beteljesedni látszik. Idén nyáron fogok diplomázni, pedagógus leszek. Az én nagymamám még analfabéta volt. 17 évesen szülte az édesanyám a nővéremet. Aztán kimaradt az iskolából. De valami mégis tovább vitte. Nappal egy koporsógyárban dolgozott, délután a nővéremmel gondoskodott, éjjel pedig az érettségire készült. Valami teljesítmény iránti vágy munkált benne, és édesanyám lett az első diplomás a családunkban. Nekem szerencsém volt, meg volt minden, ami ahhoz kellett, hogy megvalósíthassam az álmaimat. Az édesanyám példája, a kitartása és az államilag finanszírozott képzésem. Az egyetemért nem kellett fizetnem, nem kellett hitelt felvennem, nem kellett nappal dolgoznom azért, hogy ki tudjam fizetni a tandíjamat. Mert tandíj... Mert tandíj igenis van, akkor is, ha a kormány ezt nem így hívja. Hogy nemzetközi viszonylatokban a magyar oktatási rendszer a legkevésbé esélyteremtő közé tartozik. Az új felsőoktatási törvény csak tovább rontja a helyzetet. Nem azért nem kerülünk be az egyetemre, mert nem akarunk tanulni, nem azért, mert buták vagy lusták vagyunk, hanem azért, mert nem kapunk rá lehetőséget. Közoktatási törvényével a hátrányos helyzetű gyerekeket felzárkóztató osztályba küldi. A valóságban ezzel legitimizálja a roma gyerekek elkülönítését már az általános iskolában. A felsőoktatási törvény változásai pedig teljesen elzárják előlünk a továbbtanulás útjait, a keretlétszámok csökkentésével a leginkább rászoruló réteg biztosan kimarad az egyetemekről. Hirdeti az esélyegyenlőséget, aközben minden intézkedésével épp a leghátrányosabb helyzetűek elől zárja el a jövőt biztosító oktatást. Ti is tudjátok, hogy a hátrányos helyzetű roma és nem roma tanulók nem tudják megfizetni a külön órát, a nyelviskolát, a tandíjat, a magántanárt, és biztos, hogy semmilyen állami támogatást nem kapunk a jövőben ahhoz, hogy az otthonról hozott hátrányainkat ledolgozhassuk. A szegény családból jövő fiatalok csak úgy tudnak majd bejutni a képzésekre, ha hiteleket vesznek fel, és ezzel hosszú évekre eladósodnak. Ha én most állnék az érettségi előtt, és a mostani feltételekkel kellene eldöntenem, hogy bevállalok-e önköltséget, diákhitelt, tandíjat, vagy azt, hogy egyszerűen a családom eladósodjon, akkor biztos vagyok benne, hogy bele sem kezdenék az egyetembe. Az unokatestvéreimnek már nem lesz meg az a lehetőségük, ami nekem volt. Az ő álmuk nem fog megvalósulni. Az édesanyám volt az első diplomás a családban, és így én leszek az utolsó.